Kvízmester vagyok. Az a munkám, hogy kérdéseket tegyek fel, kérdéseket írjak. Mivel korán van, hoztam is egy pár kérdést, valami olyasmiről, amit talán mindenki ismer, de talán nem gondoltatok még bele. Nézzük Mici Mackót. Milyen nemű Mici Mackó? Hagyok egy kis időt nektek átgondolni, és mivel nincs előttetek se lap, se szavazógép, ezért egyszerű kézfeltartással fogunk válaszolni rá. Kettő opciótok lesz. Tudom, olvasok HVG-t. Tudom, hogy Németországban bevezették a harmadik nemet, de amikor Milne megírta a regényet, akkor kettőből választott, és Mici Mackó saját magáról eldöntötte, hogy ő fiú vagy lány. Na, kezeket fel, aki szerint lány. Oké. Kezeket fel, aki szerint fiú. Jó pára nem szavaztatok, ti csak passzívak vagytok, vagy nem érdekel. Vagy úgy gondoljátok, hogy ez egy nagyon rossz kérdés, mert minek szerepet erőltetni valakire. Menjünk tovább, nézzük a következő kérdést. Volt olyan hét a történelemben, hogy a jó barátok, a barátok közt és a szomszédok is vadonatúj epizódokkal jelentkezett? Nem kell, hogy ez egyszerre történjen meg, nem kell, hogy Magyarországon történjen meg, csak egyáltalán volt-e ilyen hét? Ugye most 30 éves a szomszédok, pár nap különbség van köztünk. Az a kérdés, hogy Lenke néni megihatotta egy presszót a Rózsabisztróban, illetve hogy Vágási Feri az internetbe belépve letölthette a jó barátok új epizódját. Na, kezeket fel, aki szerint igen. Ah, nagyon kevesen vagytok. Bátrak, ki a szerencsét, ti nyertetek, van egy pontotok a kvízen. Gratulálok. Így 9 évnyi kvízezés után kb. 50 ezer megírt, átnézett, szerkesztett kérdése, egy dolgot merek kijelenteni, hogy kérdezni piszok nehéz. Jól kérdezni meg még sokkal-sokkal nehezebb. Mégis egyfolytában kérdezünk, legalább rosszul kérdezni könnyű. Annyi információt kapunk mostanában nap mint nap, hogy szinte lehetetlen ezt feldolgozni, ha jól tudunk benne kérdezni, gondolj bele, a Google-ben beütött keresésed, az is egy kérdés az internettől, akkor talán tud egy támpontot jelenteni, talán megtalálod a megoldását, talán tudod szortírozni a dolgokat. Egy-egy jó kérdés fél megoldás jelenthet. Nagyon nehéz műfaj a kérdezés műfaja, hiszen nem egy standalone, nem egy egyedülálló valami. A kérdezésnél nagyon fontos az, hogy mikor, hogyan, kinek teszed fel ugyanazt a kérdést. Nagyon fontos és jó kérdés például az, amikor a csajodat megkérdezed, hogy melyik karácsonyi nap, melyik családhoz fogtok menni, de nagyon rossz, hogyha ezt akkor kérdezed meg, amikor egy 40 perces útra 20 percet van megtenni, és az autóból hívott fel. Csak konfliktus lesz belőle, higgyétek el, megpróbáltam. Ezt úgy tanultam meg, amikor Indiában kalandoztunk két barátommal, Ryannel és Tysonnal. 3 hetembe telt, mire rájöttem, hogy rosszul csináljuk az egészet. Tyson volt a csapat vezetője, hiszen idősebb is volt, mint mi, meg már volt állása, több pénze volt, egyetemet végzett, eleve kanadai volt, úgyhogy native English speaker, nyilván azt hittük, hogy ez sokat jelent nála. Úgyhogy mindig odaállt, és ő volt az első, aki megkérdezte a legalapvetőbb dolgokat is. Ne gondoljatok túl komplikált dolgokra, de Tysonnak nehéz visszaadni magyarban, hogy kérdezett, de valahogy úgy képzeljétek el, hogy tisztelt uram, elnézést, hogy megzavarom a folyamataiban, de meg tudná nekünk mondani, hogy a Jaisalmer és Jaipur között közlekedő vonat, mely a 939-es számot viseli, és a hálókocsai légkondicionálóval rendelkeznek, mikor fog ideérni? Hát körülbelül így néztek ránk a helyiek, hogy így vonat? Tessék? Micsoda? Csak így láttam rajtuk, hogy így nem ment át az információ, nem értették meg a kérdést se. Úgyhogy odaálltam, picit egyszerűbb angollal, picit egyszerűbb akcentussal, a lényegre törően kérdezni, és így kaptunk róla egy ilyen szó-szó választ. Nem tudtuk eldönteni, hogy ez azt jelentette, hogy akkor 6:20-ra érünk oda az állomásra, 6:20-kor indul a vonat, vagy 6:20 az mi. Úgyhogy jött Ryan, aki besegített mind a hármunknak, és ezt végigjátszottuk 100-szor, mire leesett, hogy ezt így kellett volna csinálni rögtön az elején. Ryanről azt kell tudni, hogy ő félig indiai, félig angol születésű, de egészen Olaszországban nőtt fel. Nem beszél hindit, ő is angolul próbálkozott, viszont megvolt ez az olaszos akcentus, rettenetesen jól artikulált, és nagyon gesztikulált folyamatosan, magyarázott. Azonnal átment a kérdés, és tudtuk, hogy 6:20-ra kell lennünk az állomáson, mert 6:45-kor indul a vonat tovább. Ugyanazt a kérdést tettük fel, mégis ketten csak ilyen fél információkat kaptunk, Ryannek pedig meglett a válasz, ő szerezte meg. Rossz az a kérdés, amit úgy teszel fel, hogy nincs rá egyértelmű válaszod. Hétről hétre belefutok az ilyesmibe, amikor a bajnokságba írok kérdéseket. Az egyik legizgalmasabb, meg legtanulságosabb példám akkor volt, amikor megpróbáltam megkérdezni azt a csapatoktól, hogy hány szakszervezete van a BKV-nak. Gondoltam, hogy ez egy ilyen viszonylag egyszerű dolog, hát jogi forma, és így megtalálom majd a honlapjukon. Órákat töltöttem el a honlapon, 24-et és 25-öt is találtam forrásként, többször megemlítve. Úgyhogy már ekkor éreznem kellett volna, hogy el kell engednem ezt a témát, de annyira izgalmasnak tűnt, hogy BKV jogi szakszervezetek, nem értem miért, ma már nem csinálnék ilyet.
Szóval amikor odaálltunk, és megkérdeztem, és jött a javítás, a csapatoknak azt mondtam, hogy aki 24-et írt, arra is adok pontot, aki 25-öt, arra is adok pontot. Erre odaállít elém valaki, és azt mondja, hogy 26. Megnézek rá, hogy oké, de miért 26? Mi az, hogy 26? Hát higgyem el, hogy 26. Jó, de azért ez nem így működik, hiszen akkor mindenki nyerne, hogyha mindent elfogadnék, csak úgy bemondása, valamilyen bizonyítékot, valami forrást mutas már. Válasz helyett a kezembe nyomott egy névjegykártyát. A BKV jogi igazgatója volt. El kellett fogadnom a 26-ot is válaszként. Az a jó kérdés, ami segít megszerezni a tudást. Vannak azok a kérdések, amiket úgy teszünk fel, hogy lehetetlen megválaszolni. Tegyük fel, hogy te is olvastad a zsiráfokról azt a rendkívül érdekes információt, hogy a felnőtt zsiráfok nem nagyon tudnak leülni. Itt van előttetek a kép, el tudjátok képzelni, hogy miért. Tehát ez ekkora testtel, ez nem működik annyira. Egész életükben állnak. Mi van akkor, hogyha ezt így meg akarod osztani valakivel, hiszen mégiscsak kérdezel, és mennyire jó forma ez? Felteszed a kérdést, hogy melyik az az állat szerinted, amelyik egész felnőtt életét állva tölti. Az, akitől kérdezed, valószínűleg csak nézni fog rád, és azt fogja mondani, hogy hát figyelj, kutyát, macskát, oroszlánt, egeret, ezeket már láttam ülni, de azért ezen kívül pont egy millió állatot tudnék még felsorolni. Nem tudta leszűkíteni a kérdést. Nem tudta elképzelni, hogy mi lehet a jó válasz. Pont mint amikor a csajod megkérdezi a reptéren, hogy hú, drágám, beraktad azt, amit kértem tőled tegnap este? Neked meg a hideg végigfut a hátadon, hogy ugye nem az útlevelére gondolt, vagy a pénztárcájára, hanem csak egy fogkefére. De nézzük a zsiráfokat, hogy lehetett volna ezt a kérdést úgy feltenni, hogy egy kis időt, teret adja gondolkodásra annak, akinek meg kell válaszolnia. Keresel valamit, ami minden zsiráffal biztosan megtörténik, és általában nem állva szokták végezni. Mondjuk a születést. Mi van akkor, ha úgy teszed fel a kérdést, hogy hány métert kell zuhannia minden egyes zsiráfnak legalább életében? Egy, akinek meg kell válaszolni, elkezd gondolkodni, hogy zuhanás, ott a zsiráfok elég magasak. Mi van akkor, hogyha a születésnél van ez a zuhanás, és akkor kerül elő? Nyilván nem direkt csinálják ezt a dolgot, nem akarnak ekkora traumát okozni a gyerekeiknek rögtön az első pillanatban, úgyhogy valószínűleg át is megy a tudás, vagy segíthetsz neki utána, hogy a zsiráfok nem tudnak leülni. Megszerezte a tudást. Alapvetően az a jó kérdés, ami tömör, frappáns és lényegre törő. Nagyon fontos, hogy ne azt kérdezd meg, hogy mondjuk meddig tart ez a konferencia, hanem azt kérdezd meg, ami tényleg érdekel, hogy meg tudod-e nézni a félhetes United meccset, vagy eléred-e az utolsó buszt. Van egy csomó esetben, hogy a problémáinkat egyszerűen túlbonyolítjuk. Rengetegszer előfordul. Ezt szoktam modellezni a kvízeimen, vannak ezek a kérdéseim, amik annyira bonyolultak, hogy nem is érted, hogy mi történik. Látom, hogy ti is elcsendesedtetek, mindenki olvassa a diákat. Milyen szellemi terméket állítanak elő azok az emberek, akiknek a foglalkozásának a megnevezése a madarak szaporodásának egyik tevékenysége is lehet? Többszörösen összetett, rengeteg mondat van benne, rengeteg tagmondat, alárendelés, minden, azt se érti az ember, hogy mi történik. Mindegy, hogy 900 embernek teszem fel, mindegy, hogy 30-nak, egyszerűen csend lesz a teremben, mert így, mi van. De egy idő után, mivel nem igényel túl nagy tárgyi tudást, rájönnek az emberek, hogy csak egy borzasztó szóvicről van szó, amivel az álmos nem vagy álmos próbálom kompenzálni, amivel kezdték a legismerkedésünket. Segítek benne, a madarak tojással szaporodnak, a tojás pedig ki kell kelteni, vagy költeni szépen, a költők pedig verseket írnak. Ennyi a megoldása. Sokszor kerülünk olyan problémák elé, ahol egyszerűen nem értjük a kérdést. Gondolj, hogy kapsz egy navos levelet, vagy kapsz egy orvosi látleletet, és teli van olyan szavakkal, amiket nem ismersz. A navosnál egyszerű, megnézed a legnagyobb számot, és elutalod a bankszámla számra, amit megtalálsz, de azért egy kicsit ennél lehet szofisztikáltabban is megnézni a megoldásokat. Ha ezt egy kvíz kérdésen keresztül kéne bemutatnom, hogy hogy kell egy ilyesmit megoldani, akkor ezt alkalmaznám. Mi a kapcsolat a számok és vegyelek összeképletek között? Ha te is annyira figyeltél kémia órán, hogy csak legyen meg a kettes, akkor körülbelül úgy állsz ez a kérdéshez, mint én az orvosi látleletemhez, vagy a navos forrásokhoz. Ilyenkor az ember elkezdi kiszótárazni, hogy összeszedni minden tudást, ami van az elméjében. Kezdjük a legelsővel, mert az úgy két betű, azt úgy talán megtalálom periódusos rendszerben, az a másik kettő azok olyanok, amik így ki se tudom ejteni, és az alsó három az is megint csak periódusos rendszer elemei közül egyik. Az AG az ezüst. A másik kettőt kihagyjuk, az AU az arany, a szént meg inkább fel se írom, mert a szén az igazából bármi lehet, rengeteg előfordulása van a szénnek. Ha úgy tenném fel a kérdést, hogy mi az, amiből 25-öd van ezüstnek hívod, ha 50-ed aranynak, akkor már látom derengeni a fényt, hogy valamilyen évfordulóról van szó, ugye? Házassági, diploma, minden ilyesmit így hívunk. Csak a teljesség kedvéért ezüst, gyöngy, rubin, arany és gyémánt. Így jönnek sorban. A lakodalmak például.
Egy jó kérdés segíthet megoldani a problémáidat akkor is, amikor elakadsz benne. Tudod, ott állsz, és nem tudod már, egyszerűen mindenhonnan nézted, és nem tudod megoldani. Nem tudod, hogy merre tovább. Nem tudod, hogy hogyan kéne megoldani. Az úszás is nagyon egyszerű sport, szerintem a legegyszerűbb sport a futás, hiszen annyiból áll, hogy itt vagy, elindulsz, és odáig mész, ez a futás, megmondják, hogy meddig. Nézzünk egy második legegyszerűbb sportot, a kötélhúzást. Ez is egy hihetetlen egyszerű sport. Jancsi és Béla megfogják a kötelet az egyik végén, és elkezdik húzni. De itt jön a kötélhúzásnak a trükkje, hogy ki nyer. A kötélhúzásban a kötél közepén van egy célvonal. Az veszít, aki a célvonalon áthalad. Ugye, hogy ez minden sportban fordítva van? Az nyer, aki a célvonalon áthalad. Általában a kötélhúzásban pont fordítva. Úgyhogy, ha egy problémához kerülsz, fogod és az egészet megfordítod. Teljesen más szemszögből próbálod meg bemutatni a dolgot. Mint a kötélhúzásnál azt mondod, hogy melyik az a sport, amiben minden részvevő célja az, hogy a célvonalatól lehető legmesszebb kerüljön. Szerintem így még nem gondoltunk a kötélhúzásra. Pont mint ahogy én jártam, amikor hazajöttem Kínából, és mindenkinek meséltem erről a pub quiz dologról, hogy fú, olyan jó volt, elmentünk, söröztünk a haverokkal, feltettek tök jó kérdéseket, gondolkodtunk rajta, és ha lesz egyszer Magyarországon, nincs kedved eljönni? És nem volt sehol, de mindenki azt mondta, hogy aha, persze, gyere, csináljunk egy csapatot és játszunk. És egyszer úgy ébredtem a külkeren vizsgai időszak után, hogy én ezt a kérdést rosszul csinálom. Valahogy rosszul teszem fel. Mi lenne, azt kérdezném, hogy figyelj, csinálok egy ilyen kvízt. Nincs kedved eljönni? És de, eljöttek. És azóta is járnak sokan. Kérdezzetek, mert a jó kérdés segít az emberi kapcsolataidban, közelebb hoz és kevesebb konfliktust okoz, hogyha jól kérdezel. Kérdezz, mert a jó kérdés segít rendszerezni a gondolataidat, segít abban, ha elakadsz, segít értelmezni, megérteni dolgokat. De nézzük is, milyen a jó kérdés. Jó kérdés az, ami mondjuk valamilyen ismert dolognak olyan részletére irányul, amit még talán nem gondoltál át, mondjuk mint Mici Mackó és a neme. Fogadjunk, hogy még mindig azon gondolkodtok, hogy fiú vagy lány. Jó az a kérdés, ahol többen kell összeadnotok a tudást. Mint például az, hogy te nézted a szomszédokat, Éva nézte a Barátok köztet, most hallottuk, bárki nézhette a Jó barátokat, elkezdtetek beszélgetni, és a végén rájöttetek, hogy igen, a Szomszédok 99. december 30-ig ment, és igen a válasz rá. A közös megfejtés, ez egy nagyon jó élmény, ez egy nagyon összekovácsoló érzés. Jó az a kérdés, ahol elgondolkodtatod az embert, tehát ahol teret, időt szabsz, és nem olyan egyszerű megválaszolni, mint a zsiráfos példa volt. Jó az, ahol nem készen kapod a megoldási lehetőségeket, hanem az is olyan, amit így meg kell fejtened. Hozzá egy kicsit rejtvényes, mint a kémiás volt például. Az egyik kedvenc ilyen kérdésem, amit évek óta viszek magammal, az az, hogy melyik a világ legnagyobb gumigyártója? Gumiabroncsokról van szó, mielőtt bárki is elgondolkodott egy picit más irányba. És darabszámra mérik, az a trükkje ennek, hogy darab. Tehát aki a legtöbb darabot gyártja, nem tonnával, vagy semmi ilyesmiről van szó. Ilyenkor általában az emberek elkezdenek gondolkodni, biztos a Pirelli, ők vannak a Forma 1-ben. Vagy a Continental, vagy a Hankook. Mert hogy Magyarország, és akkor biztos ez a kapcsolat. És ilyenkor el szoktam kezdeni őket egy kicsit heccelni, hogy nem, egyikőtöknek az autóján sincs ilyen gumi. Csak azt mondják, hogy biztos van traktor, vagy busz, vagy bicikli. És nem, egyik sem. De biztos vagyok benne, hogy ismeritek ezt a céget. Biztos vagyok benne, hogy láttátok már akár ezeket a gumikat is. Sőt, szerintem nagy részeteknek a kezében is volt már ilyen. Van Magyarországon gyáruk. Kelet-Magyarországon, és egy dán cégről van szó. Látom, már megvan egy pár helyen, hogy a Legóról van szó. A világ legnagyobb gumigyártója. Hivatalos Guinness világrekord. Ne felejtsetek el kérdezni.